2 percben megadom a szót a Varga László képviselő úrnak, MSZP. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr. Nyilván az első két ajánlási ponthoz kívánok hozzászólni. Magyarán ahhoz, hogy a Schiffer képviselőtársam azt javasolja, hogy a büntető törvénykönyv módosítására irányuló javaslatot, azt vegyük ki, ne legyen ilyen javaslat. Nyilván ez a javaslat nem kapott többséget egyetlen bizottságon sem, és azt gondolom, hogy később sem fog többséget kapni. Egy dolgot azonban még egyszer szeretnék határozottan asztalra tenni ebben a kérdésben. 2 évvel ezelőtt átfogóan foglalkozott még a szocialista kormányzás idején az országgyűlés hasonló kérdésekkel. 2 éve döntött bizonyos kérdésekben, illetve folyamatosan módosult BTK, egyéb jogszabályok, amelyek azt eredményezték, hogy a 90-es évek végén, 2000-es évek elején tapasztalható komoly futballhuliganizmus Magyarországon folyamatosan leépült, megszűnt. Önök 1 évvel a kormányzások után behoznak egy ilyen javaslatot, akkor valószínűleg ezt azért teszik, logikailag, mert hogy az elmúlt 2 évben valami olyan típusú folyamatok voltak, indultak el, amik ezt indokoltá teszik. Én összesen annyit mondok, hogy nem látok ilyen folyamatokat. Talán az őszi Újpest-Ferencváros mérkőzés közben is tapasztalható rendbontáson kívül, amit egyébként mondjuk el itt, hogy a rendőrség nagyon szakszerűen kezelt ott, amennyire én ezt nem szakértőként meg tudom állapítani, de tehát azon kívül nem nagyon lehet mondani olyan nagy rendbontást az elmúlt 2 évben, a Ferencváros Diósgyőr mérkőzés óta, amely egyébként nagyon komoly méretű lenne. Tehát ezért mondom én azt, hogy szerintem a mi csomagunk elérte a célját, és talán egy kicsit túllövése ennek a dolognak ez a fajta szigorítás. Ezzel együtt még egyszer azzal az államra, hogy az előző felszólásomat is lezártam, a sporthuliganizmus teljes eltüntetését természetesen támogatja a szocialista frakció. Nem vagyunk benne biztosak, hogy ez az eszköz megfelelő ehhez. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. 2 percen megadom a szót Apáti István jobbikos képviselő úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr. Államtitkár úrnak szeretnék reagálni. Természetesen államtitkár az első és a második ajánlási pontokhoz szóltam hozzá. Egyébként túl sok variáció nincsen, miután ez a vitaszakaszhoz 2 pont tartozik, vagy csak az elsőhöz, vagy csak a másodikhoz, vagy mindkettő szólatok hozzá. Tehát a variációs lehetőségek viszonylag végesek. De már büntető törvénykönyvnél tartunk, akkor ismétlem, hogy és akkor legyen szíves erre is válaszolni, hogy miért nem lehet a hivatalos személyek által elkövetett bűncselekmények büntetési tételét drasztikusan szigorítani, vagy miért nem lehet erre külön tényállásokat létrehozni. És egyébként a büntető törvénykönyv résznél tartunk, feltétlenül el kell mondanom, valóban a 90-es évek második feléhez, a 2000-es évek elejéhez képest számot nem szűnt meg, ez igaz, de számottevően csökkent a rendbontások száma. És egyébként szeretnék még egy érdekességet megosztani önökkel, ezt az általános vitából valahogy kifelejtettem. Történt itt olyan, hiszen 2 évvel ezelőtt egy olyan eset, egy Nyíregyháza Debrecen mérkőzés kapcsán, amikor pontosan a Fidesz egyik alelnöke, meghatározó politikusa Kósa Lajos állt ki a debreceni futballszurkolók mellett, akár olyan szurkolók mellett, akik valamely szervezett szurkolói csoporthoz tartoztak, akár azon szurkolók mellett is, akik csoporton kívüliek voltak, ugyanis a nyíregyházi rendőrség, vagy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrség meccsen szolgálatot teljesítő alakulatai olyan indokolatlan brutalitással léptek fel a debrecen szurkolókkal szemben, hogy az Kósa Lajos megszólalásra késztette. Jól emlékszünk azokra a televíziós felvételekre, amelyeken jól látható volt, hogy hajkurásznak debrecen szurkolókat lovas rendőrök is, és bizony abban az ügyben igencsak ludas volt a rendőrség. A rendőri vezetők, adott esetben megyei rendőri vezetők felelőssége is fölmerült. Tehát igenis abszolút realitása van a közelmúlva vett példákkal is megalapozható módon, vagy megalapozott módon a rendőri túlkapásoknak. Úgy gondolom, hogy sokkal korrektebb lenne, ha erre vonatkozó szigorításokat is bevezetnénk, illetőleg tényállásokat hoznánk létre, mert ez az utóbbi időben sokkal inkább elharapózott és sokkal inkább jellemzővé vált. Köszönöm. Köszönöm. 2 percért Volner János képviselőnek adom meg a szót, és kérem képviselőtársaimat, hogy a részletes vita első szakaszához szóljanak hozzá. Meg lesz, elnök úr, köszönöm szépen a szót. Én Schiffer képviselő úr büntető törvénykönyvi javaslatával kapcsolatban szeretnék állást foglalni. Először is azt látjuk célra vezetőnek, és én azt gondolom, ha most belügyminiszter úr itt lenne megerősíteni a szavaimat, hiszen ő is maga rendőr volt, és tudja, hogy mi a célra vezető megoldási javaslat egyes törvénysértések esetén. Azt látnánk célra vezetőnek, hogyha a rendőrségnél szakpolitikai szinten, illetve szakmai szinten valósulnának meg azok a lépések,
amelyek a garázda elemekkel szembeni eljárást megalapozzák. Ugye arra gondolunk itt elsősorban, képviselőtársaim, hogy a rendőrségnél jellemzően ellentétben a képviselő úr által javasolt jogszabályváltozásokkal az hoz eredményt, hogyha a garázda elemeket nem szétzavarja egy-egy tömeges rendbontás után, hanem minél nagyobb számban igyekszik begyűjteni őket. Amikor a rendőrség tömegoszlató alakzatot vesz föl, a rendőrökön belül működnek egyes olyan csoportok, amelyek kiemelő csoportként funkcionálnak, ők azok, akik mondjuk egy rendőrökre rátámadó, őket dobáló szemét a tömegből kiemelnek, aztán későbbiek folyamán az igazságszolgáltatás gépezete ezekkel az emberekkel szemben eljár. Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül a jogszabályok változása jelent nagy eredményt, ennek az indokoltságát lehet vitatni, vagy lehet jóváhagyni, hanem elsősorban az, hogyha azok az emberek, akik rendbontó cselekményekre készülnek, azok tisztában vannak azzal, hogy a rendőrség felhasználva adott esetben mondjuk a fejlett arcfelismerő rendszerrel rendelkező kamerákat, felhasználva a rendőröknek a szaktudását a tömegből történő kiemelésre, arra alkalmazza a saját tömegoszlató alakzatát, hogy ezeket a rendbontó elemeket minél nagyobb számban begyűjtse, és a bíróság elő állítsa őket természetesen az igazságszolgáltatás normális menetrendje szerint. Én tehát inkább ebbe az irányba tennék javaslatot a képviselő úr által megfogalmazott jogszabályváltozással szemben. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Szilágyi György, jobbikos képviselő. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr. Az érdemi vitáról beszélt véleményem szerint Apáti István is teljes mértékben a második ponthoz szólt hozzá, hiszen azt mondta, hogy jelen pillanatban, és megint ingatja a fejét, mondja meg nekem államtitkár egy dolgot, erre válaszoljon. Az mondjuk az elmúlt 5 évben hány olyan rendbontót nem tudtak elítélni azért, mert nem volt rá megfelelő törvényi keret. Van törvényi keret. Mindenre lenne törvényi keret. A probléma pontosan az lenne, amit Volner képviselő úr is mondott, hogy nem változtatni kellene a szabályokon, nem erre kellene fogni, hanem úgy kellene végezni a rendőrségnek a munkáját, hogy már nemzetközi példákat említett, és ugye az első felszólalásában mennyire kapcsolódott mondjuk az ön felszólalása ez a ponthoz, ahol családokról és nemzetközi példákról beszélt, ezért merem venni magamnak a bátorságot, hogy akkor mondjon nekem nemzetközi példát. Tehát én mondok önnek, mert önök mindig Angliára hivatkoznak. Angliában nem a szurkolókat azonosítják be, nem a szurkolóknak készítenek listákat, nem ez a céljuk. Egyszerű, Angliában a rendbontókat azonosítják be. Ha valaki egy mérkőzésen rendbontást követel, az tudhatja azt, hogy abból a stadionból nem megy ki úgy, hogy a rendőrség ne kapná el, és utána a gyorsított eljárásba ne ítélkeznének fölötte. Ez szolgálja azt, hogy Angliában nőtt. Ott sem oldották meg teljesen, nőtt, nagy mértékben nőtt a stadionokban a rend, nagy mértékben nőtt a biztonság, azért, mert valaki gyorsított eljárásban elítélnek, ebben az eljárásban mondjuk legelső esetnél kap egy komolyabb pénzbüntetést, kap, egyébként államtitkár úr, higgye el, hogy ez így van, és hogyha nem tudta eddig, akkor meg kéne, hogyha figyel rám, akkor esetleg tudhatja, hogy mi az angliai példa, hogyha ezt sokszor emlegeti, mert akkor máskor egy másik vitában esetleg tudni fogja. Tehát gyorsított eljárásban elítélik, kap egy nagyobb pénzbüntetést, kap egy felfüggesztett börtönbüntetést, és kitiltják a stadionból. Azzal a kitétellel, hogyha a kitiltás ideje alatt ő csak bemegy egy stadionba, nem követel rendbontást, csak belép a stadion területére, abban a pillanatban letöltendő börtönbüntetésre beviszik a börtönbe. Ezért azok az elemek, akik rendbontást csinálnak, nem mennek be a kitiltás alatt a stadionba, mert miért mennének be, hiszen félnek attól, hogy letöltendő börtönbüntetést csinálnak. Angliában ez a rendszer. Ha egy ilyen rendszert akarnának önök bevezetni, ha arra irányulna ez a törvényjavaslat, hogy rend legyen a stadionokban is, azt a kevés rendbontót, aki még van, mert igaza van Varga képviselő úrnak, hogy a 90-es évek elejéhez képest nagyon-nagyon sokat javult a stadionokban a rend és a biztonság. Arról nem hiszem, hogy az egyszerű állampolgárok tehetnének, hogy a média, a TV2 és az RTL klub vezetésével még most is 8-10-12 évvel ezelőtti felvételeket mutat elrettentő példaként egy-egy mérkőzéssel kapcsolatosan, például mondjuk egy Újpest-Ferencváros mérkőzés beharangozójaként, ez ugye sokkal régebbi események voltak. Ha erre irányulna az önök törekvése, akkor ebben maximálisan egyet tudnánk érteni.
a Jobbik a rendpártja, maximálisan támogatjuk azt, hogy rend legyen a stadionokban is. De akkor ezt próbáljuk megoldani. Itt jelen pillanatban ez a törvényjavaslat nem erről szól, hiszen ismételtem módon benne vannak a BTK-ban azok az elemek, amik alapján el lehetne ítélni a rendbontókat. Vannak ugyan új elemek, de ezek az új elemek majd a vita második szakaszában lesznek, amik új elemek ebben a törvényben ahhoz képest, ami ugye nem ehhez kapcsolódna, majd akkor ott kifejtem a véleményemet. Az utolsó dolog, ami ugye, hogy láttam, amikor Varga képviselő úr mondta ezt, hogy hát sokkal nagyobb rendben a stadionokban, mint a 90-es évek elején, akkor ön bólogatott és csóválta a fejét, hogy ez nem igaz. Lehet, hogy ön is arra gondolt, arra az utolsó rendbontásra, amit már egyszer említettem, ugye Bánki Erik elnök úr ennek tanúja volt, hiszen ott volt ezen a rendbontáson. A Ferencváros utolsó mérkőzésén történt ez, amikor az utolsó percben Dragoner Attila belőtte, a búcsúzó Dragoner Attila belőtte a gólt, képviselő úr már ott volt, hogy átadja az érmeket, és a Fidesz egyik szakértője, aki szintén ott állt képviselő úr mellett, hogy berohant a pályára megölelni Dragoner Attilát, tehát rendbontást követett el abban a pillanatban. Lehet, hogy ez volt az utolsó csepp a pohárban, és ez volt az a nagy rendbontás, ami miatt ezt a törvényt most éppen itt tárgyalni kell. Még egyszer mondom, támogatnánk maximálisan azt, hogyha a rendbontás, a rendbontók kiszűrésére és a rendbontók kitiltására irányulna ez a törvényjavaslat. Nem erre irányul, hiszen az új elemek, amik benne vannak, a második vitaszakaszban el fogom mondani, hogy ez a törvényjavaslat valójában miről is szól. Köszönöm szépen. Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a részletes vita szakaszát lezárom. Megnyitom a részletes vita második szakaszát. Az ajánlás 3-tól a 19-ig terjedő pontjaira. És megadom a szót 6 perces időkeretben Bánki Erik képviselő úrnak, Fidesz. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. A 12-es ajánlási számon Varga László képviselőtársam módosító indítványával kapcsolatban szeretnék néhány gondolatot megfogalmazni. Ugye a törvényjavaslat, előttünk fekvő törvényjavaslat módosítja a sporttörvényt is. Itt a sporttörvény módosításáról beszél. A sporttörvény 72-es szakasza második bekezdésének a módosítását javasolja. Eltérő módon, mint amit az előttünk fekvő törvényjavaslat igyekez szabályozni. Ugye itt tulajdonképpen nincs másról szó, mint a szurkolói kártyákról, illetve a személyazonosításra alkalmas kedvezményekre jogosító kártyaként fogalmaz a törvényjavaslat, vagy klubkártyáról. Mi azt gondoljuk, hogy az egész törvényjavaslatnak éppen az a lényege, hogy megpróbáljuk nyomon követni azt, hogy kik lépnek be a stadionba. Nyilván a stadionokban lévő belső biztonsági rendszerek, azok a kamerarendszerek, térfigyelő kamerarendszerek, amelyek telepítésre kerülnek, éppen azt a célt szolgálják, hogy ne lehessen megúszni a rendbontást. Én azt gondolom, hogy a cél egyébként az lenne hosszú távon, és amennyiben a létesítményfejlesztési program annak az éppen a tegnapi nap folyamán az árószavazáson elfogadott adókedvezmény, társasági adókedvezményt biztosító törvényjavaslatnak köszönhetően a következő évek létesítményfejlesztésével eljutunk egy olyan pontra, amikor valóban európai színvonalú stadionokban lehet mérkőzéseket nézni, és az a folyamatos fejlődés, amely az utánpótlás nevelés színvonalának az emelkedésével, az elit akadémiák működési rendszerének köszönhetően egyre több tehetséges játékost hoz ki ebből a rendszerből, amelynek következtében a magyar labdarúgás színvonal a következő években véleményem szerint jelentősen emelkedni fog. Azt gondolom, hogy akkor végre elterjed Magyarországon is az a bérletrendszer, amelyel néhány nagy klub, közöttük az imént említett Ferencváros már ma is rendelkezik, hiszen a bérletrendszer, ha már európai példákat nézünk, Európában jól látható módon a stadionok közönségének 70-80%-a, Angliában ez a száma 90%-ot is eléri, bérletes. Tehát egy átmeneti időszakot kell figyelembe vennünk, egy átmeneti időszak során kell a szurkolókat átállítanunk, az ő gondolkodásmódjukat átállítani arra, hogy ne az adott napon egyéni belépőjegyekkel, hanem bérletekkel látogassák a mérkőzést. A bérletek értelemszerűen ott már névhez, személyazonossághoz köthetőek, és ezáltal jobban nyomon követhető a szurkolók mozgása is. Az a szurkolói kártya, amelynek ugye itt a bevezetéséről
van a vita közöttünk, amelyet képviselőtársam úgy gondol, hogy csak a kiváltásának a kötelezővé tehetősége, ugye, amelyről a törvényjavaslat beszél, helyett szeretné képviselő úr a kiváltásának a lehetőségét biztosítani. Azt gondolom, hogy ez egy túlzott felpuhítása a rendszernek. Szerintem a klubok számára egyrészt már ma is azoknak, akiknél ez a rendbontás, ez sajnos nem csak időszakos, hanem rendszeres jelenség. Ők már megpróbáltak ez ügyben előre lépni, és azt gondolom, hogy ezt az irányt tovább kell erőltetni. Tehát én semmiképpen sem javaslom azt, hogy a törvényjavaslatnak ez a pontja felpújításra kerüljön. A másik szintén Varga László képviselő úr indítványa, amelyet a 13-as ajánlási pontban tesz meg, amelynek során ugye a szervező kötelezettségeiről van szó. Tehát ebből a mostani törvényjavaslatból kivenni azt képviselőtársam, hogy a szervező vagy a jegyértékesítést a szervező megbízásából végző személy a belépőjegy, illetve a bérlet eladásakor, valamint a beléptetés során jogosult a néző személyazonosságát arra alkalmas igazolvánnyal elkérni. Ugye ez is nem tűnik jelentős módosításnak, azonban azt gondolom, hogy a szervezők, illetve azoknak a kluboknak, akik ugye a saját mérkőzéseinek biztonságát próbálják garantálni, a klubok számára én azt gondolom, hogy egy könnyebb lehetőségből, egy nehezebb lehetőség irányába tolná el a javaslat a törvénynek a vonatkozását, amire én azt gondolom, hogy nem feltétlenül érdemes ezzel kísérletezni. Tehát összességében én azt gondolom, hogy azok a módosítások egyébként, amelyek a vita második szakaszában kerültek benyújtásra, néhány kivételtől eltekintve általában a rendszer puhítását szolgálják, amit én azt gondolom, hogy nem érdemes támogatni. Én annak vagyok a híve, és a törvényjavaslat is nagyjából annak a szellemében készült el, hogy minél szigorúbb szabályozás, minél komolyabb szankciók, és természetesen minden rendbontónak a beazonosítása. Csak ezzel érhetjük el azt, hogy a stadionokban, illetve a sportcsarnokokban, a sportrendezvényeken újra rend legyen, és megteremtjük annak a lehetőségét, hogy az a sportgazdaság, melynek kialakulását az általam imént említett adókedvezmény rendszer biztosítja, az valóban a magyar gazdaság, nemzetgazdaság számára komoly bevételeket jelentessen. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm, bizottsági elnök úr. Következő hozzászóló Varga László, képviselő úr, MSZP. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár urak. Azokat az ajánlási pontokat említeném, amelyek az én módosító indítványaimat tartalmazzák, és akkor tulajdonképpen sorba is mennék rajta. Ezek azok, amelyek szerintem kifejezetten életszagú és gyakorlati módosításokat javasolnak. Én egy picit másképp értelmezem, mint Bánki Erik az előzőekben. Azonban azt a célt tiszteletben tartom, amit mondott, hogy beazonosítható legyen a szurkoló. Szerintem ezek a célok megvalósulnak az én módosító indítványaim esetén is, részletezném ezeket. Az első az egy picit mással kapcsolatos, a 9-es ajánlási pont esetén. Tulajdonképpen arról szól, hogy kötelező a kluboknak a vendégjátékra érkező szurkolók, tehát a vendégszurkolók utazását megszervezni. Pontosítottam volna ebben a módosítóban ezt a javaslatot, hogy a szurkolók igénye esetén. Ezt csak azért mondom, mert ez szerintem az eredeti megfogalmazásban lehetőséget teremt arra, hogy adott esetben egyetlen utazási formát tegyenek kötelezővé egy vendég szurkolótábor számára, tehát egy idegenben menő szurkolótábor számára. Persze egyébként az előterjesztő képviselője a bizottságon azt mondta, hogy ez nem, nyilván nem így van, majd hogyha egyébként szerveznek, akkor szerveznek, de természetesen lehet mondjuk akár külön autóval is érkezni egy-egy mérkőzésre. Én megjegyzem, mindig így járok idegenbe, külön barátokkal, nem buszokkal. Ha ez így van, és egyébként ő azt gondolja, hogy ezután is lesz erre lehetőség, akkor meg azt gondolom elfogadható a javaslat, hiszen ez azt mondja, hogy azok igénye esetén, tehát a szurkolóknak erre igényük van, akkor nyilván biztonsági szempontból, meg minden egyéb aspektusában, például, hogy a mérkőzés lefújása után egyetlen legyen mondjuk vonat vagy busz, mert nem mindig van, ezekből a szempontokból szervezze meg az utazást. A 12-es módosító javaslatom, és azt mondom, hogy ez persze a szurkolói kártya kötelezővé tételének lehetőséget, ezt már tartalmazta a 2009-es módosító csomagunk is, ami még a szocialista kormányok idején jött be. Azt kell mondjam, hogy gyakorlati példák mutatják, hogy bizonyos esetekben ez nem a célját éri el a szurkolói kártya, sőt,
nagyon kellemetlen helyzeteket is okozhat a kötelezővé tétele. Ugye egyetlen NB1-es klubnál, labdarúgó klubnál kötelező ez ma, ez a Ferencváros, máshol nincs ilyen. Szilágyi képviselőtársam mondott még az általános vitában egy olyan példát, hogy egy emblematikus szereplő a klub környékén nem váltotta ki ezt a kártyát, eltelt egy pár év, amíg nem ment mérkőzésre, majd a személyi igazolványával sem tudott mérkőzésre jegyet váltani. Azt mondom, hogy ez szerintem nem életszagú, viszont annak az, hogy a lehetőség legyen ilyen kártyát kibocsátani, az meg azért lenne szerintem fontos, mert hogy egyéb típusú kedvezményekre meg jogosíthat. Nyugaton erre jó példák vannak, tehát közös mobilflottához tartoznak a szurkolók, például itt kedvezményeket érhetnek el. De adott esetben mondjuk sportruházati boltokban, kocsmákban sorolhatnám, tehát nagyon sok helyen olyan kedvezményeket biztosíthat, ami viszont ezzel az infrastruktúrával, ami nyilván mondjuk egy csipes kártya, vagy nem tudom milyen típusú, nyilván ez egy mások szabályban szabályozandó kérdés, tehát egy ilyen kártyának a lehetőségével ez már működhet is. A 13-as módosítóm is erről szól, és én itt egy elképesztő életszagú dologra írnám fel még egyszer a figyelmet. Itt összesen annyit javaslok, hogy a jegyértékesítés során az eladó ne kérhesse az igazolást, tehát azt, hogy igazolja a személyazonosságát valaki. Azt elfogadom, vagyis tudomásul veszem, hogy önöknek az a célja, hogy a jegyhez egy személynek a személyazonossága egyértelműen kötődjön. De hát ez elérhető akkor is, hogyha a belépés megtörténik. Tehát az a lényeg, mondok önöknek egy példát, mondtam már a múltkor, volt olyan, hogy hétfőn a parlamentben voltam, amikor Nyíregyháza Diózsőr mérkőzésre elindult a jegyértékesítés a vendégszektorba. Én nem tudtam volna megvenni a saját személyi igazolványommal azt a jegyet, nyilván felhívtam az ismerőseimet, hogy vegyék meg azt a jegyet nekem. Tehát, hogy miért nem próbálunk egy kicsit életszagúbbak lenni, és miért nem mondjuk azt, hogy nyilván valakinek a nevére, illetve személyazonosító okmányára kell kiállítani azt a jegyet, vagy megvenni. És utána persze ő, amikor a beléptetéskor, most elfogadva azt, hogy ez meg fog történni, hogy az ő személyazonosságát a szervező felszólíthatja, hogy igazolja, akkor ott egyértelmű a dolog. Én csak azt mondom, hogy a szurkolói kártyát, az eladáskori igazolást, azt azért mondom, mert szerintem enélkül is el lehet érni az önök célját, ami a törvényjavaslata a céljuk volt, ugyanakkor pedig így könnyebb a helyzet. 14-es, 16-os javaslatok pedig azok arról szólnak, és akkor most együtt egy picit a kettőről még a maradék időmben, hogy Szilágyi képviselőtársam is boncolgatta, hogy nagyon sok olyan embernek kell ilyenkor tárolni az adatait, akik egyébként 99,9%-uk nem rendbontó. Nyilván a rendbontók adatait a sportrendészeti adatbázisban meg be lehet majd lelni, ott lesznek a kitiltás hatály alatt állók, stb. Stb. Tehát nyilvánvalóan azok, akik nem rendbontók, és ez a 99,9%-nak az adatainak a kezelése, a lehető legszűkebb körben, a lehető legrövidebb ideig kéne, hogy megtörténjen, én szerintem. Kíváncsi lennék, hogy mit mond erről az ombudsman, az adatvédelmi ombudsman. Egyébként én tettem javaslatot az általános vitában, hogy valahogy tegyük már legalább a részletes vitára az asztalra a véleményét az ombudsmannak, nem tudom, mit gondol róla, meg hogy konzultáltak-e vele. Itt arra teszek ebben a két módosító nyitványban javaslatot, hogy az adatkezelés ezekben a... Nem,
szegények cserkel csöpj a testelér csokszadár. A számlója volt a sülegy, a setőbb volt belint a flecsére, mint a tökkénzé elő elfercsőzé előzépe feszkébe tett a bérjogszadási. Ám a felkésül a spírszvárát is lehet említett, aki kétváró Ferenc Robert nem érték vezet kár klubos szkár önmagukon a kezdók. Rasszé dicsanikus reken csőzőz tanítik rám, hogy nem csak tanítok számítőz mut, nem es azt tanít, hanem hanem szivata, de ezt is szíjál edmi elez, ami ezen esereg a szérszázakkal a klub etőtjelegi tartsége, hiszen ez a felvezeros ségetős a nekfánból a regattókat csírt nem csak ki a voljon, hanem akart az azokat a kis emberek, akik az mert tőle szavadék azt a vekat visézettük ellen, ez csinálva ti ügyelt ő el kell, ha eljártatot meg, úgy moglánz az eljártatéket, mert ki kimen azt hiszik a rájuk, kizet erényez bőrvér, le a tőségetős, életre azok, hogy azok, akik szúj ellen a kertkulók, és annak így nyíklek, szállják a szállók, a kest, akik mondjuk itt egy misszés, a közben már folyam, ők állni bír, mondjuk merik, kóljuk a hányt, már rá, mert mondjuk elég tisztán minden körelmény, akkor terenő el, nyugodt, akkor fatal esek, fölepni, létes, az lenni, hogy a mondja, nem vagyok, követtása, és te kegyetesen, a pormetre el, és te csoport, és csak követtesen, ezt a tékeretást nem mondta, zsonok, kezdetok rá, kire, ti esen őket, és tanítani, hogy a stabokból, megint a nidom szó, évre, de egy új, én úgy lőbb, az eddig kell állampolgatú, hogy azt mondta, hogy el, nem jön neki, mert kinkép, társadalmi, nem sem rá hívni, vagy neki, nem testvel, jegyek, hogy ez hát ki, jó, hát ez felelő megfordul áll, és úgy úrád, hogy egy rásulint, én bó, és ott a sem, aki, ha mondjuk, csovácnak, rendszernak, kívjuk, akkor ez felszás, nyugodt, ez befogtam, hogy meg tud ebni, a lökkel az a véve, mert szendőjön, a stadért van, mert bemenni, és tud alatt tenni, tud azért, hogy bemenni, mert becs, Kovács, Renz, kit, a kört, a kitívás, láttak a lezőjön, mint a rendból, a kismét, a rendőnek, a jegyi, a nagyjére, nyisz, Kovács, el, hogy bele, vagy sanyec, mert megadott, az ki, a tai, az ok, és egy vállás, az ki lesz, itt a rögzletetök, megy a kóra, volt, kop, és egy meccs, Kovács, nem Renz, mert egy jó, van, Kovács, pár, egy szerszer, orszban az ok, más, egy meccs, hogy Kovács, egy Renz, gyert, ilyen, és oda, felkérjön, egy kölyegyet, tanod, nyugodt, hogy szadja, az nem így, nyár, tovább, nyugodt, szadja, tanod, jévi, egy zonaj, a terep, fogsz, Kovács, hogy Renz, feszőm, az fertőzegve, egy, egy, mert ki a kölyegyet, nekem nem jött, tiszti, volt, tehát, így, van, hanem, de basz, kell, de Renz, ezt, tudik, a törtadik, más, ezt mondsz, a tőgyel, más, hogy esik, az, mert el, égett, önnek sor, a titk, képz, külön, tejé, az, mi, ott, kurkorók, ábor, az, cuk, egy, olyan, furcs, futok, az, rend, hogy sok, ez ne, csak, úgy, ülni, nem, de, hogy már, ha nekem áll közé ér, korácsek, hiszem, volna, úr, na már, kástára, szóni, szó, évre, múló, és, mozdáték, ott szólói, a szó, ki egy, zobja, mert megy, a szó, aki, ott, urkulárba,